kishegyes helyi közösségben a lakosság közel 26%-a járult urnákhoz vasárnap. 15-ből 15 helyet a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott hegyesiek kisegyesért lista szerezte. Gyakorlatilag minden szavazó körzetben elsőpő győzelmet arattunk. Tulajdonképpen négy ellenjelölt volt az el a másik szavazó körzetekben és gyakorlatilag a mi jelöltjeink közel ötszörösét szerezték a szavazatoknak, mint az ellenjelöltek. Bács Fekete egyen a VMS által támogatott jelöltek szerezték meg a többséget az új tanácsban. A szerb haladó párt által az első körzetben támogatott három független jelölt jutott be a helyi közösség tanácsába. 48 os kimenetel az, ami helyi szinten ez egy nagyon jó. 3300 választópolgárból 1400 járót az urnák elé. A 15 tagú tanácsban a Vagyaság Magyar Szövetség által támogatott polgárok csoportja 12 helyet szerzett meg, amivel maximálisan elégedettek vagyunk, de hát megismételtük a négy évvel ezelőtti eredményt. Szikicsen a szerb haladó párt és a montenegrói párt koalíciója által támogatott kilenc jelölt, és a szerbiai szocialista párt által támogatott öt jelölt jutott be a tanácsba. od 48% od ukupnog broja upisanih birača, to je negde bilo oko 2763, znači 48% je bilo. Feri i korektno je bilo sa svih strana, građani Lovćenca su se odazvali i mislim mogu da kažem da sam zadovoljan sa rezultatima. Egy tanácslagi hely esetében szavazategyenlőség miatt új választást fognak tartani napon beli